Szerintem mindenki emlékszik még a 2 évvel ezelőttig nagy sikerrel futó Vetésforgó című műsorra. Ennek a műsornak a hagyományait fogjuk most folytatni. Ez én vagyok, normál hétköznapokon állatorvosként dolgozom, és mivel ez a műsor 1000 szállal kötődött Bálint gazdához, ezért nem tehetjük azt meg, hogy őt kihagyjuk. És milyen szerencsénk van, itt van Bálint Gyuri bácsi. Szervusz! Hogy vagy Gyuri bácsi? Eljötték, köszönöm szépen! Gyuri bácsi nem csak a tévénézők millióinak Bálint gazdája, hanem ennek a műsornak is. Éppen a moníliás hajtásoktól próbáltam megszabadítani. Ezt jól tetted. Ezt a kajszivarasz fát. Gonosz gomba. Gonosz gomba. Mert nagyon következetesen kell ellene védekezni. Bálint gazda kertjében sétálgattam, és rátaláltam az ő saját bejáratú komposztládájára, ami itt van mellettem. Tele van finom gazokkal, hogy komposztálódjon. És arra gondoltam, hogy beszélhetnénk arról, hogy mi köze van a komposztládának a biogazdálkodáshoz, vagy van-e köze egyáltalán? Hát nagyon sok köze van, és tulajdonképpen a biogazdálkodásnak egy alapvető fázisa volt a komposztálás. Én is állandóan, ha a kertben járok, akkor mindig kiúzok egy gazt, vagy levágok valamit, és bedobom a komposztládába. Igen, Gyuri bácsi kezében mindig van valami, az biztos kerti hát termény. Igyekszünk mindig valamit csinálni. A leghasznosabb az volna, hogy minden termény, ami piacra, ami étkezésre, fogyasztásra kerül, az bio termény legyen, tehát ne tartalmazzon semmi egészségre ártalmas vegyszer maradékot. És ezt úgy lehet elérni, hogyha az ember okosan, céltudatosan gazdálkodik, és a növényeket csak akkor permetezi meg, amikor föltétlenül szükséges, nem derűre, borúra, és csak annyi vegyszert használ, amennyi elkerülhetetlen. Kicsit én szkeptikus vagyok ezzel a biogazdálkodással kapcsolatban, már a végeredményt tekintve, úgyhogy arra gondoltam, hogy elnézek egy biopiacra, és megnézem, hogy ott mi is zajlik tulajdonképpen. Nyílik a biogyöngyvirág a Csörsz utcai biopiacnak a kertjén. Műsorunknak ebben a részében folyamatosan azzal traktálnak engem, hogy a mezőgazdaság az multifunkcionális, és állítólag ebbe az is beletartozik, hogy bioélelmiszereket termelnek, és azokat eladják ilyen piacokon, mint ami itt van mögöttem. Úgyhogy szerintem bemegyek és körülnézek egy kicsit, hogy igaz-e a hír. Ezek bio dolgokról szóló könyvek. Van itt bioinfo, meg egy kicsit kiszáradt a szám is, úgyhogy szerintem nézek valami bioinnivalót. Azt mondják, hogy itt minden van. Kicsit azért szkeptikus vagyok, hogy mi az, hogy bio, meg mitől bio a bio, meg mennyire bio cuccot árulni, mikor a 112-es busz itt pöfög az orrunk alá, de majd megmossuk. Ha minden igaz, ezek itt bioalme, ami abból látszik, hogy kicsit ütött kopott, de bio, az ára az 200 forint, és keresek valami innivalót, mert különben nem tudok tovább beszélni. Ezek itt micsodák? Ezek kozmetikumok. Kozmetikumok? Igen. Bio? Ez is bio? Teljesen bio. Növényi alapú? Növényi alapú. És tehát szintén biotermesztés, olyan növény is? Igen. Bio aftershave? Igen. Ez mennyibe kerülnek? Arcvíz, borotvakrém? Ez a balzsam. Ez a balzsam. Hogy sejmes legyen a bőröm. Utáni balzsam, ez 2719 forint. Pezseg a biopiac szombat reggel, torkom egyre szárazabb, úgyhogy megközelítem a bioitalárust. Ez mi? Mannarax. Ez valami táplálék kiegészítő biocuc. És gyümölcslevet felhasználása. Egy üveg sűrítmény, 750 forint. Jó napot kívánok! Ez innivaló vagy szörp? Jaj, a málnát azt nem szeretem, arra allergiás vagyok. Mert egyszer poloskával együtt tettem. De bio? Bio a málnát? Ez a bio. Akkor sok poloska van rajta. Ezen egyáltalán nincs poloska. Hol termelték ezt a málnát? Unakanyar. Önök termelik? Igen. Ez egy gyerekkoromtól adódik, hogy írtozom a málna ízét. Na majd most. Tehát a bion az tele kell, hogy legyen poloskával. Mi? Kézzel szedik le? Katicabogár, az a barát. Katicabogár? Igen. Rengeteg katicabogár van benne. Mármint rajta. Nem kell. De végül is az is bio, hát a katica az bio, nem? Igen. Nem kell, mondom ezt. Finom. Sebe semmi nincs, se cukor, se semmi, csak le van. Pívíz, és a gyümölcsvelő van, pívízzel. És tartósítva? Hőkezelésre.
kapnak erről egy papírt egy minősítő szervezettől, hogy ez bio. Igen. És azt ellenőrzik is folyamatosan? Igen. Kimennek és megnézik, hogy tényleg bio-e. Igen, be kell mutatni az folyamán használt készítményeket. Ott látok valami érdekes zöldséget, és fogalmam sincs, hogy mi az, úgyhogy megkérdezem. Hú, ez medvehagyma. Van egy edenkert.hu nevű internetes honlap, amin olvastam valami ilyesmit. Ez jól látom, hogy medvehagyma? Igen. És azt megkérdezhetem, hogy mire jó? Van egy csomó gyógyhatása, vértisztító. Uh-huh. Nagyon jó szív- és érrendszeri betegségeknek. Szóval ez a medvehagyma, aminek 12-szer erősebb az aromája, mint a fokhagymának. És egy csomó pozitív élettani hatása van, és gondolom főzni szoktak vele, ugye? Kajákba, vagy salátákba? Leginkább nyersen fogyasztandó, salátába, ételbe utólag. És ez is bio, ugye? Ezt a Biokultúra Egyesület ellenőrzi. Minden évben meg kell kérni a szakhatósági engedélyeket. Kérek szépen biomedvehagymát. Amelyik szimpatikus. Gyűjtött. 400, ugye? Biomálna után medvehagyma. Ez az igazi. Nagyon sok ember jön ki gyerekkel. Szeretnék, hogyha a gyermekeik is teljes mértékben egészséges bioélelmiszereket ennének. Bioméz? Azt nem tudom, hogy hogy garantálják, hogy a méhek mire szállnak rá. De biztos megoldják. Na, itt van bioital. Remélem nem valami ételadalék ez is. Bio homoktövisből rostos nektár. Homoktövis húsból és magolajból. Hello! Ez a homoktövis az egy növény, ugye? Gyümölcs. Gyümölcs? Szeretnék venni egy ilyen bio homoktövis almával és mézzel ízesített rostos nektárt. Ez oltani fogja a szomjamat? Hát, egyrészt igen, meg immunrendszert is erősít, tele van ázni. Új, az rám fér. Gyulladás csökkentő. Az is rám fér. Gyomor, minden. Mindenre jó. Akkor kérek. 360, olcsóbb, mint a medvehagyma. Nylon szatyrot? Igen. Biohoz? Papír nincsen. Ennyi, akkor nem adok. Jó? Jó, úgyis megiszom. Visszaváltható az üveg? Igen, visszaváltható. Itt? Itt nem, igen. Na, szuper, akkor jövő szombaton visszaváltom. Most megkóstoljuk az ivólevet. Medvehagymát elrakom a hátizsákomba. Mert hogy én nem használok csúnya gonosz nylon zacskókat. És jó. Kicsit felment a garatomba. Ott csíp, de azért finom. A legjobb a biomedvehagymában, hogy tökéletesen használható biomikrofonnak. Mindenki alá oda lehet dörgölni egy kis hagymát. 10-szer olyan erős az illata, mint a fokhagymának, úgyhogy garantáltan nem fognak válaszolni.